Malakiás próféta könyve, első rész, az Úr szereti Izraelt. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szeretlek benneteket, mondja az Úr, de ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, hegyeit pusztasággá tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edóm ugyan ezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban azt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani, nagy az Úr Izrael határán túl is. A hazug áldozatok ellen. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem, mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát semmibe veszitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak. Kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen nektek. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja el tőletek, mondja a seregek ura. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Malakiás próféta könyve, második rész, feddő beszéd a papok ellen. Most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok. Ha nem hallgattok rá, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsátok rátok, átokká változtatom a nektek adott áldásokat. Bizony, átokká változtatom, ha nem szívlelitek meg ezt. Én megátkozom áldókarotokat, szemetet szórok arcotokba, ünnepeitek szemetjét, és kihordanak benneteket a szemétre. Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem, mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. De ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. Megrontottátok Lévi szövetségét, mondja a seregek ura. Ezért én is megvetetté és megalázottá teszlek benneteket az egész nép előtt, mert nem ügyeltetek útjaimra, és személyválogatók vagytok, amikor útmutatást adtok. A hűtlen nép ellen. Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Hűtlenné vált Júda,
utálatos dolgokat követtek el Izraelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyet követ el, a csábítót, és aki hallgat rá, még ha áldozatot visz is a seregek urának. Továbbá ezt teszitek, könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit ifjúkorodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ahhoz, akit ifjúkorotokban feleségül vettetek. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene, mert erőszak tapad a ruhájához, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Hamarosan eljön az Úr. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Malakiás próféta könyve, 3. rész. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és kiállhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküdtevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Visszaélés a templomi ajándékokkal. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen ereség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Az Úr megvigasztalja az istenfélőket. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon,
amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Jövendőlés Illés eljöveteléről. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Malakiás próféta könyve, 3. rész. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és kiállhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküdtevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Visszaélés a templomi ajándékokkal. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Az Úr megvigasztalja az istenfélőket. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között,
az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Jövendőlés Illés eljöveteléről. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.